Köszöntöm, Nézünket Kis Imrével, az egyik föltéri papírbolt tulajdonosával beszélgetünk arról, hogy mennyire várják már az iskola kezdést a szülők, hogyan érzi, felkészültek már anyagilag arra, hogy az első osztályostól a középiskolásokig megvásárolják a tanszereket? Igen, én úgy gondolom, hogy ilyenkor már elkezdődik a vásárlók részéről az az igény. Nézegetik a tanszereket, próbálják belőni azokat a dolgokat, amiket egyébként majd az iskolára meg kell vásárolni a gyerekeknek. És hát gondolom, hogy az első szülők azok még pláne ilyen listával érkeznek, de mennyire jellemző, hogy mindenki jön a kis listával, és csak azt veszi meg, vagy inkább az E-pluszba is vásárolnak? Azt mondom, nálunk jellemző az, hogy listát adnak ki az iskolák, főleg az alsó tagozatosoknak a szülők már ezzel érkeznek, és hát ugye megpróbáljuk tartani azt, amit kérnek a pedagógusok, amit kérnek az iskolába, mert sokkal egyszerűbb az egész év után a gyereknek is és a szülőnek is. És hát gondolom az, hogy már rutinosan tud segíteni, hiszen azért tudja, hogy melyik füzetnek a neve mit akar. Itt beszéltük az előbb, hogy azért a multik áraival nem lehet versenyezni egy kis kereskedőnek, de azért mennyire próbálja tartani az olcsóbbtól a drágábbig a füzeteket, vagy bármi más tanszert? Árakkal mi nem is próbálunk, soha nem is versenyeztünk árakkal a multikkal. Inkább a kiszolgálás, inkább az, hogy a vevőknek fogjuk a kezét, és próbálunk mindenbe segíteni, hogyha bejönnek hozzánk. Árkategória pedig azt szoktuk mondani, hogy van egy alap beiskolázási forintális ár, ami egy olyan 5-6 ezer forinttól egészen akár 30 ezer forintig is elmehet. A 30 ezer forint fölött is van még, úgymond egy extra, ez természetesen a szülőnek a pénztárcája, illetve az igénye dönti el, hogy melyiket válasszák. Itt, ahogy én nézegettem az árakat, azért itt a táskákban is azért van olcsóbb, amit azért már hátizsákban is, meg ami most divatos a fiatalok körében, hagyományos táska is van, tehát mondjuk már pár ezer forinttól, tényleg a 10 000 forintokig lehet vásárolni, ugyanígy a tolltartóknál is, de gondolom, hogy a tollaknál és a füzeteknél is. Mennyire keresik a mesehősöket, meg az ilyen extra filmhősöket, amik azért már nagyon drága füzetek? Általában a licences termékek azok minden évbe keresettek, de én mi legalábbis ebből olyan nagy készletet soha nem szoktunk tartani. Inkább törekszünk arra, hogy a megfizethető, de jó minőségű füzetek, táskák, tollak, tolltartók legyenek a készleten. Itt, ha nem is nevesítjük pontos forintra, de a legolcsóbbhoz képest mondjuk egy ilyen mesehősös spirálfüzet, az hányszorosa? Lényegesen drágább, tehát 2-3-szorosáról is kell számolni, és ezért is szoktunk óvatosan ezekből rendelni, mert a minősége ugyanakkor nem biztos, hogy ugyanolyan egy licences terméknek, amin mondjuk rajta van egy bármilyen mozihős, mint egy hagyományos olyan füzetnek, ami már régóta bevált. Igen, és hogy hány lapos, 40 lapos, 30 lapos, tehát azért itt is észre kell lenni, hiszen nem biztos, hogy ugyanannyi. Igen, nem csak a füzeteknek a külseje, hanem a belvilága, a füzetlapoknak a minősége, színe, vastagsága, illetve a darabszám, hogy mennyi van egy füzetbe benne. Mennyire jellemző, hogy csomagoló papírt vesznek, vagy inkább ezeket a gyors fóliákat, amivel csak odahajtom és nem kell kínlódni? Tehát mit tapasztal? Az előre elkészített befedők azok továbbra is lágerek, illetve tavaly előtt óta vannak a teljesen tapadós füzetborítók, tankönyvborítók, amik átlátszóak teljesen, és bármikor visszaszedhetők ezekről a füzetekről. Sokkal jobb, nem jön le a táskába, hogyha beleteszi a gyerek, és ugye azért az iskolába elég gyorsan kell pakolni ahhoz, hogy a gyerek tudjon arra vigyázni, hogy ne szakadjon le. És itt mondjuk itt is jellemző, hogy csak az olcsóbbat keresik, vagy pedig ezek minőségibbek, akkor ezek esetleg két tanévet is kibírnak. Nálunk az a jellemző, hogy azért a középáras termékek fogynak jobban. Tehát a nagyon olcsó, a nagyon alapminőség az nem annyira keresett, inkább azt mondom, hogy a középártól fölfele. És mi mondjuk a sláger tollakban? A Zebra. Tehát a Zebra az szerintem hosszú évek óta viszi a prímet, illetve van egy-két olcsóbb kategóriájú toll is, ami minőségben nagyon jó, és folyamatosan tartunk hozzá betéteket, tehát ezt lehet bármikor beszerezni hozzá. Itt most pont ön mögött hegyezőt látok, mennyire vesznek még graficalizált, tehát mennyire követelik meg a tanítónénik, mondom elsőben azért igen, de utána? Alsó tagozatban mindenképpen csak graficalizált használhatnak, később kezdenek el golyós tollal írni, és ugye graficalizából sem mindegy, hogy miért fog a gyerek a kezébe, főleg egy elsős, aki ugye még nem dolgozott ilyen eszközzel.
mondjuk mennyire keresik még ezeket a korongokat, a számoláshoz, ezeket a különböző betűs sablonokat, tehát ez jellemző még, vagy már azért annyira előre haladtak a tanulásban, hogy ezeket nem nagyon használják? Ezeket még mindig keresik, tehát ezek még mindig fönt vannak a listán. Azt mondom, ami az én gyerekkoromban jellemző volt, azt még most is ugyanúgy kérik a pedagógusok, és benne kell, hogy legyen a táskában. Aki most ide bejön, az esetleg, ha a munkáltatójától kap valamilyen támogatást, az itt levásárolhatja el? Mindenféle utalványt elfogadunk. Papíralapú utalványokat, kártyás utalványokat tudunk fogadni, bankkártyával lehet fizetni. Amit a munkáltató biztosít a szülőnek, minden iskolai, beiskolázási kedvezményt, azt mi megpróbálunk elfogadni, és ez már hosszú évek óta így van. Vidékről is jönnek, vagy azért már van egy törzs közönsége, hiszen azért nem mostanában nyitott? Van egy törzs közönség is, ez így van, de ugye minden évben új első osztályosok jönnek, és a környező városokból is azért szívesen bejönnek Karcagra, szívesen bejönnek az üzletbe, pontosan azért, mert tudják, hogy itt folyamatosan segítünk abba, hogy összetudják a szülők szeregetni azokat a taneszközöket, amik kellenek az iskolára. Hát most így hirtelen nem tudom megszámolni, de legalább 50-60 fajta tollat látok itt mögöttünk, rengeteg ceruzát, tehát azért tényleg van minőségi is, meg van olcsó kategóriás is. Erre vagyunk tulajdonképpen felkészülve, az üzletnek a képe az a beiskolázásról szól szinte egész évben. Nálunk az írószerből nagyon nagy választék, radírokból, hegyezőkből és más iskolaeszközökből, mellette a nyomtatvány és az irodai eszközök azok, amiket még tartunk, ugye az egész éves forgalmat tulajdonképpen azt teszi ki, de a beiskolázás az augusztus meg a szeptember eleje. Hát akkor reméljük, hogy mindenki megtalálja azt, ami a gyermekének és az ő pénztárcájának megfelelő, és akkor majd kiderül szeptemberben, hogy minden ott van-e az első iskola kezdéskor. Bízunk benne, hogy így lesz. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm.